Itt a szekszárdi Hétszínvilág otthonban lett rosszul a 27 éves értelmi fogyatékos férfi. Úgy tudjuk, hogy a súlyosan fogyatékos fiú idén január 23-án tüdőgyulladással került kórházba, ahol két napra rá meghalt. Boncolása során az orvos fakockákat talált a nyelőcsövében és a gyomrában, amit azonnal jelentett a rendőrségnek. A szekszárdi kórház patológiájáról érkezett bejelentés a Tolna megyei rendőrfőkapitányságra ez év elején, hogy egy általuk éppen boncolás alatt lévő személy gyomrában ismeretlen tárgyat találtak. Azonnal értesítették a rendőrséget, kollégáim az ügyben eljárást indítottak, míg pedig a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályán halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség miatt. Az ügy jelenleg is folyamatban van, az orvos szakértői véleményekre várnak kollégáim. A nyomozás azért indult, mert egy magát ellátni nem tudó, súlyosan fogyatékos emberről van szó, így felmerül a kérdés, hogyan nyelhette le a fakockákat, és vajon attól halt-e meg. Kerestük a Hétszínvilág otthon vezetőit, illetve az intézményt fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségét, hogy megtudjuk az eset pontos körülményeit, de kérdéseinkre nem kívántak válaszolni, illetve a fővárosi intézmény fenntartó engedélyét követően ígértek választ. Így nem sikerült megtudnunk, hol vagy hogyan kerülhetett az egyik értelmi fogyatékos fiú gyomrába a fakocka, ahogy az sem indítottak-e belső vizsgálatot, hogy ezt kiderítsék. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Tolna megyei kirendeltségének vezetője telefonban annyit közölt, hogy tud az esetről, de a fogyatékos nem az otthonban, hanem a kórházban halt meg, így a felelős kiléte szerinte kérdésessé válik.